és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind öröktől örökké. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk első énekeként a lapról énekeljük el Jézus, te égi szél, tündöklő fény, érkezett fény. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind öröktől örökké. Amen. Imádkozzunk. Bűnbánattal valljuk, mennyei Atyánk, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik szánk panaszra, pedig tele van a világ és egész életünk atyai jóságot jeleivel. Adj nekünk hálás szívet, hogy boldogan magasztaljuk jóságodat az Úr Jézus Krisztusért. Mindenható örök Isten, oldalmazója a benned reménykedőnek, add meg nekünk mindazt, amire szükségünk van, testünknek és lelkünknek, hogy kitartóan támogassuk embertársainkat, szüntelenül dicsérjük irgalmadat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkönökké. Amen. Énekeljük el, kedves testvérek, a lapon található második éneket, Győzhetetlen én hőszálam, védelmező és kőbánya. Amen.
hallgassunk meg szeretett testvéreim Istennek szent igényét, amely szent igényet megírva találjuk Pál apostolnak Tesszalonika beliekhez írt első levelében, az 5. fejezet 12. versétől a következő képben. Kérünk titeket testvéreim, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intelek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket. Éljetek egymással békességben, kérünk titeket testvéreim, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Van miért hálát adni, mert Isten megáll bennünket, Isten szeret bennünket. Annak ellenére, hogy vannak az életünkben megpróbáltatások, szenvedések, van sok rossz az életünkben, nem mindig eredményes a munkánk, annak ellenére Istenhez kell fordulni, és Isten kell szeretni, és Isten kell imádni. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy megállod a földet, amely nem hozza termését. Köszönjük, hogy a te kezedben bízhatjuk a mi sorsunkat, a mi életünket. Köszönjük, hogy te megtartó Urunk vagy, és köszönjük, hogy velünk vagy életünk minden napján. Add, hogy hálás szívvel magasztaljunk téged, minden adományodért, minden ajándékodért. Urunk Jézus Krisztus érdeméért kérjük, hallgass meg imádságunkat. Amen. Énekkar szolgálata következik, megkérjük az énekkar. Mert a szeretet.
Amen.